címmérkőzéssel folytatjuk. 72,5 kg 10 menet, ez egy középsúlyú magyar bajnoki címmérkőzés lesz. A kéksarokban Albert Ferenc! Make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face. You big disgrace. Kicsit a belemben egyébként. Azt hiszem, hogy azért nem lesz könnyű dolga ezen a mérkőzésen, hiszen az a Micskó Sándor lesz majd az ellenfele, Albert Ferencnek, aki a 2013-as évben két különböző súlycsoportban összesen 4 bajnoki címet tudott megszerezni. Úgyhogy hát itt is a rutin és a idézőjelben fiatalság, hiszen azért olyan nagyon nagy korkülönbség nincs a két bunyós között, de a rutin és a fiatalság találkozik majd. Albert Ferenc tehát a szorítóban, 21 esztendős. A piros sarokban a Gentleman Fight Club bunyósa, hölgyeim és uraim, Micskó Sándor! Tehát a piros sarokba Micskó Sándor, akiről, hogy az imént említettük, a 2013-as esztendeje kifejezetten jól sikerült. 2014-ben azonban volt talán egy kis törés a karrierjében. Ugye ez év márciusában Séra Zoltán ellen vívott egy címérkőzés, de előtte jöjjön a magyar himnusz. Tisztelt közösségünk, a kéksorokban lévő versenyző mérlege, 7 mérkőzés, 6 győzelem, 1 vereség, mindössze 3 KO. Hölgyeim és uraim, a kéksorokban Albert Ferenc! Albert Ferenc, a piros sarokban a élet első címmérkőzésére készül. És vele szemben a rutin, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk is Micskó Sándorra akár ezt is. 23 győzelem, 6 vereség, 2 döntetlen. A piros sarokban Szabó Nagy Gyula tanítványa, Micskó Sándor! Himnusz előtt a tavalyi éve nagyon jól sikerült Micskónak. 2014 márciusában azonban Séra Zoltántól szenvedett vereséget egy WBF nemzetközi címmérkőzésen. Ez azért is érdekes, mert Séra Zoltán nagyjából másfél évvel ezelőtt kezdett el profi ökölvívó edzéseket látogatni, és egyébként pont Micskó Sándorhoz kezdett el edzésre járni, tehát gyakorlatilag az egy mester és tanítványa mérkőzés volt az idei év márciusában, és erre a Séra Zoltán. Hogy ilyen az élet.
És azt a mérkőzést Miskó Sándor elveszítette, úgyhogy nagyon nagy a bizonyítási vágy benne. Nézzük most ezt a nagy váltósúlyú bajnoki címet. Ő tehát a fordított alapállású versenyző, mármint Miskó. Annak ellenére, hogy Albert Ferenc még mindössze 7 profi mérkőzést vívott, azért mögötte viszonylag hosszúnak nevezhető amatőr karrierrel, hiszen utánpótlás szinten több sikert is elérte Albert. Profiként viszont ez az első komoly megmérettetése. De Albert elég szépen jön előre, fönn van magasan a közel. Följött egy-két ütéstől is, ha jól. És Miskó Sándor próbál széles ütésekkel megállítani ezeket a rohamokat. Miskó egyébként egy nagyon higgadt tökölvívő, szeret nyugodtan kezdeni, talán picit néha lassan is. Igen, ez minden, ez látszik is, mert a Albert Ferenc bevitt egy-két ütést, és próbálja irányítani a mérkőzést, tehát itt most már az első pillanatokban. Erről nagy következtést is nem lehet levenni, de meglátjuk a többit, hiszen ez egy hosszú mérkőzés. Így van, és egyelőre ők is úgy néz ki, hogy 10 menetre rendezkednek be. Nagyon bátran indított Albert, jól védekezett egyébként Miskó. Igen, befért egy teste, de ez egy picit mélyre sikerült. De azt gondolom, hogy Albert egy... Szépen talál is, fejen és testen is Albert Ferenc. Egyébként a szakma úgy gondolja, hogy inkább Miskó Sándor az esélyese ennek a mérkőzésnek. Hiszen a középsúly az ő igazán neki való súlycsoport, ugye boxolt már nagyváltósúlyban és nagy középsúlyban is Miskó Sándor. Most Albert nagyon szépen indult meg megint, és akkor is, hogyha nem volt teljesen pontos ez az akció. Az mellett azt gondolom, hogy a felénél járhat, és igazából eléggé uralja a ringet. Tehát most azt gondolom, hogy ő, bár vannak egy-két nagyobb ütések, de a Miskó Sándortól, de ezek nem tiszta találatok, és a Albert most sokat talál, sőt, ezeket a nagy ügyét, ezeket a balegyenesek pedig találnak rendre. Egyébként sokan már azt is bravúrnak tartják, hogy egyáltalán eljutott erre a mérkőzésre Albert Ferenc. Ugye egy 4-es torna keretein belül, de közben nagyon szépen csapnak össze ott a köteleknél. Tehát Albert egy 4-es tornát nyert meg, nem olyan rég, ezzel vívta ki a lehetőséget, hogy megküzdjön a betöltetlen középsúlyú bajnoki címért, és nagyon úgy néz ki, hogy igyekszik rászolgálni. Van, tehát nem ilyet meg, és nem próbál élni a lehetőséggel, azt látom már. Mert kőkeményen harcol az út, és találgat. Így van, most is érzésem szerint szépen talált, sőt. Sőt, itt most egy picit még azt is vártam volna, hogy ritmust váltson és vissza támadjon. Ez egy jó kis első menet volt, nem az a tipikus tapogatózó volt, főleg itt az utolsó egy perc. Azt gondolom, hogy semmennyire nem volt tapogatás. Szóval az első pillanattól az Albert Ferenc támadóan lépett fel, és megpróbált mindent elkövetni azért, hogy nehéz helyzetbe hozza a Miskó Sándort, aki azt gondolom, hogy megpróbálta ezt így ellensúlyozni. Nagyon lassan kezd ez valójában. Úgy érzem, hogy ettől függetlenül egy picit azért ahhoz, hogy nyerjen, többet kell csinálnia. Most itt az első menet után levonni bármilyen következtetést, az azért nagyon veszélyes lenne, De hát azért ezt így lassan el kell kezdeni boxolni az első menet után, mert itt most átengedte inkább a teret az Albert Ferencnek. Igen, abszolút. Inkább az történt a ringben, amit Albert szeretett volna. Jön tehát a második menet. Micskóék egy picit lassan lehet a készen a folytatásra. Igen, a benhagyta a sarkot, vagy a széket. Gyugyó bácsi. Bocsánat, Szabó Gyula. Nekem volt válogatott edzőm, Gyugyó bácsi, nagyon sok időt. Hoppá. Miközben nem tudom elmondani, mert nagyon kőkemény bunyó folyik a ringbe. Igen, és annak ellenére, hogy Albert azért egy számmal talán kisebbnek tűnik. Igen. Egyelőre úgy néz ki, hogy fizikailag is nagyon könnyedén veszi fel a versenyt, eddig legalábbis Miskóval. Igen, Miskó most már jobb, bár itt most összeszedett egy pár pont, és ezek a felütések nem is olyan rosszak, amit itt az Albert. Igen, és hát gondolom ilyenkor jön képbe az, hogy a ring dominancia, tehát hogyha nincsenek nagyon tiszta találatok, akkor azért ez is sokat jelenthet, hogy ki az, aki többet akar tenni a 10 pontért. Igen, meg aki megpróbálja ezt tényleg irányítani a dolgot, és látjuk,
Albert elég keményen jön előre és üt, hát ezt majd meglátjuk, hogy meddig bírja. És oppa. És ezért tisztákat is talált, tehát ezek azért most volt, ezek az ütések, megkezdjük. De igen, csak ezek kesztyűkre mennek, ahogy láttam, és ezek a testütések most már a sokadik ebben a menetben, amit talált, és meg talán fél perc sem telt el a mérkőzésben. Szép, ez is szépen visszatámadott. Hoppá! Nagyon kőkemények ezek a testütések, ezek nagyon kellemetlenek tudnak lenni egy idő után, mert tényleg ez lelassíthatja és meg is. A szépen fogadta meg Micskó ellenfelét, de ahogy te is mondtad, talán egy kicsit fel kellene pörögnie Micskó Sándornak. Igen, próbálja megállítani ilyen nagy ütésekkel, de hát ezek, most bocsánat, de picit, egy párszor nagyon sokszor tenyerest üt, és azért ezekkel nem tudja megállítani, hiszen ezek nem olyan hangsúlyos ütések. Igen, amit a picit még. Ez ennek a mérkőzésnek a hevében azért vastagon benne van. Igen, meg ezek a testütések még igen. Egy kicsit lejjebb csúszik. Hoppá! Most is Albert, hátsó kézzel. Nekem eddig nagyon kellemes meglepetés egyébként Albert Ferenc, megmondom őszintén. Igen, és ezeket az ütéseket azért nagyjából a nagyját levédi, nagyon pici része tud becsúszni. Ami nem tudom, hogy mennyire értékelik a bírók, de ezek a nagy testütések, ezek azért hallanak és látszik, tehát ezeket pontozni kell. És ezek most megint, hoppá, volt egy fejlés, de ez a bal kéz, ez szépen talált Albert Ferenctől. Nagyjából fél perc van hátra. Igen, most megint. Igen, próbálkozik a Micskó ezekkel a nagy ütéseket megállítani, amik igazából levédve, és nem is nagyon találnak, úgyhogy, és megáll, jön a Albert, és menetszerűen megsorozza, és ezek az ütésekből nagy számok törvény alapján is kell, hogy találjon. És ezek a testütések, ezek nagyon kúfannak. Na most ez viszont gyönyörű volt. Egy nagyon szép most először. Pillanatra leengedte a fedezékét Albert. Igen, viszont, igen, és viszont ezeket összes találta jobb kézzel. Jó kis hullámzó ez az utolsó egy perc. A vége a második menetnek. Jól megszórták egymást itt azért a végén. Azt hiszem, hogy nagyon jó íramú, nagyon nyílcsosakos csata eddig. Igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki fog ebből győztesen kijönni, mert most, ahogy látom, most így kék sarok, mi Albert Ferenc felé dől a mérleg, de még olyan messze vagyunk a végétől, és a fiúk ezt így itt nagyon elkezdték, és nagyon csépelik egymást. Úgyhogy itt lassan, bár nem látok még rajtuk fizikai fáradtságot, de lassan az is el fog jönni így a negyedik, ötödik menet körül, és majd meglátjuk, hogy ki fogja ezt jobban bírni. Igen, ez 10 menethez képest, főleg középsúlyban azért tényleg egy eléggé masszív elég nagy iramot, igen, elég nagy iramot diktálnak, úgyhogy ezre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következő menettől is már esetleg a harmadik menettől ki lesz a dominánsa. Tehát ugye az Albert Ferenc tudja ezt a bunyót tényleg 10 menetig csinálni, amit most csinál. Ő az a boxoló, aki egy nap már boxol két mérkőzést is ugye ezen a középsúlyú 4-es tornán. De azért ez teljesen más, tehát itt 10 menetről van szó. Határozottan próbál most Micskó kezdeni. Igen, mert el kell kezdenie. Hoppá. Így van, sosem menetlen, és mérkőzés vezetőnek azért részen kell lenni. Igen, mert azért most már volt egy kis szabálytalanság is, befogta a fejét a Albert Ferenc, és akkor úgy ütött fel őt, és hoppá, ezt majdnem minket talált el. Mindenki lépjen egyet hátra. De ezek szépek ezek az ütések, azt mondom. Igen, és minden szögből üt Albert egyébként. Albert elmint, hogy dőlőre szeretné vinni a mérkőzést. Itt olyan támadásai vannak, amivel tényleg úgy beletesz minden erőt. Igen, egyébként a tegnapi mérlegelés után is azt mondta egyébként Albert Ferenc, hogy ő bízik abban, hogyha határozottan kezd, akkor abban meglepheti Micskót. Hát biztos, hogy ezzel biztos, hiszen ezeket a meneteket, ők ezeket, nem tudom, hogy oppa. Nagyon jó mérkőzés, tehát mind a ketten bátran támadólag lépnek föl. Folyamatosan ütnek. Semleges nézve azt hiszem jól jár egy ilyennel. Hoppá. Hú, és ez most szerintem testen egy picit lehet, hogy ezek a testütések kezdenek most már hatásosak is lenni Albert részéről. Hoppá. Szépen talált most egyébként Micskó. Igen, azon gondolkodtam, hogy tudom, vajon kiáll-e, hogy milyen lehet. Ez most gyönyörű volt, mind a bal horokból egyenesen talált Albert fején. De olyan, mintha ugyanannyit találnak, ilyen döntetlennek érzem én ezt a harcot. Abban meg lehet látni, hogy ki fog kijönni győztesen.
Majd remélem. Ilyenkor nem egyszerű a pontozók dolga, ez, ez teljesen biztos. Igen, és mind a ketten nagyon dobálják a fejüket, aztán nagyon, nagyon drukkolok, hogy ne legyen sérülés, tehát hogy végig tudjon menni a mérkőzés. Hoppá, ez viszont a szép volt. Most talán ez bal van, Albert szerintem. Ez a... Sajnos elkövetni azt a hibát, igen, hogy mutatta a mérkőzés. Nem szólt a bíró, és akkor ilyenkor... Igen, ez mindenképpen hiba volt Alberttől egyébként, tehát azért ennél profiba egy kicsit azért zsiványabbnak kell lenni. Hát most megtanulta, azt hiszem Albert Ferenc. Nagyon jól átvészet, és sőt, vissza is üt belőle és támad. Már most. Igen, nagyon gyorsan regenerálódott, most meg próbál ő akciózni, próbál ő előre menni. Egy de jó kis meccs ez. Hoppá, a távolról indított Klitschko, nem is volt pontos. Albert ahelyett, hogy folyamatosan a mérkőzés vezetőre nézne, nem tudom, hogy ez a jó taktika, igen, inkább bunyózni a kéne. Mert igaz, hogy ez most volt egy nagy lökés volt, de a bíró nem szólt, tehát ilyenkor és addig, amíg ő nem szól, így van. Addig boxolni kell. Hoppá. Igazából azt gondolom, hogy ez a Miskó Sándor menete volt mindenféleképpen, hiszen ő volt benne dominánsabb. Lehet, hogy itt az elejét elaludta, az első két menetet, aztán itt a harmadikban elkezdett boxolni. Most érkezett meg, igen. Igen, mert mondtam is a szünetben, hogy most lassan el kell kezdenie boxolni, úgy néz ki, hogy akkor elkezdett. Mert itt ezért nagyon komoly problémákkal küzdött most ebbe a menetben, hiszen nagyon többször meg nagy találat ért el, úgyhogy... De azt hiszem, hogy aki tényleg semleges nézőként nézi ezt a mérkőzést, az azt hiszem, hogy kifejezetten jól szórakozik. Egyébként én is, hiszen semleges vagyok. Jó. Az ökövívás legmagasabb iskoláját látjuk, de mindenketten nagyon akaratosak és nagyon jó ritmusváltásokat csinálnak, azt gondolom. Van egy két kivetés, amit a Miskos Sándorral kapcsolatban nagyon sok a tenyeres, ami nem teljes ütőfelület, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy jó harcos mérkőzést látunk. Tehát negyedik felvonást. Hoppá, ez viszont jó volt. Igen, ezek a bal hátsó kezes ütéseket egyszerűen nem tud velem mit kezdeni most már, és az elején még ezek kesztyűre mentek, de most már egyre többször talált tisztán, és egy ilyen, ha eltalálja, mint ami az előbb látod, akkor elég komoly bajba kerülhet Albert Ferenc. Igen, és ugye ez egy picit lejjebb ment most már Albert fedezéke, ez akár lehet igen. A fáradtság jele is. Magyar szó, hogy többet akar ütni, csak éppen ezekben kezd. Hoppá. Hát azt hiszem, hogy nem lehetett panasz egyébként az első két meccsre se, de ez a harmadik, ez eddig viszi a prímet. Most Miskó Sándor nagyon, nagyon kőkemény ütéseket helyezett el a Albert fején. De most csak... És melyre többször veri egyébként keresztbe is, illetve utána is nagyon jól lépked Miskó. Érzésem szerint most talán egy kisebb hullámvölgyben van Albert. És azt gondolom, hogy meg is éreztem Miskó, és most kőkeményen elkezdte ütni. Nagyon tisztán találgat Miskó itt a negyedik menetben. Beüti a kesztyű mögé ezeket a horgókat, és ezek nem találnak. Albert nagyon érdekes. Egy pillanatra megmondom őszintén, azt hittem egy 10-12 másodperccel ezelőtt, hogy megvan csípve. Igen. Ahhoz képest kőkeményen visszatámad. A jó feje van. Azt hiszem, hogy ezt már megmutatjuk, igen. Igen, lenyomt a kétszer szólt neki. Igen, azt hiszem, hogy egy ilyen habitusú mérkőzésen ez azért benne van a pakliba, hogy egyszer-kétszer picit fegyelmezetlenné válnak a felek. Hát egy ilyen, ezen a mérkőzésen teljesen nem elvárható. Igen, mind a ketten nagyon teljesen, azt gondolom, hogy mind a ketten nagyon, nagyon győzni akarnak, és ez látszik is, és megpróbálnak mindent mozgósítani azért, hogy itt meg is tudják csinálni. És hát azért ez kőkemény bunyó. Igen, pontosan akartam mondani, hogy az ökölvívó mérkőzés egy kőkemény verekedés, hogy így van. Itt jönnek előre, próbálnak védekezni. Nem is sok jobb, hogy ne védekezzenek, de ezek nagyon jó. És itt a Miskó Sándor nagyon föltámadt és nagyon kőkeményen üt. Viszont Albert Ferenc ezeket levédi, vagy vissza megkapja az ütőpofonyét, és akkor utána ezeket visszatámad kőkeményen, mint ahogy most is láthatjuk. Igen, és hangjuk a sorokból, hogy lépjen el, de kell is, hogy ellépjen, mert azért az a... Albert, ez egy picit mélyre sikerült, csak azért oda, hogy és ott láttam. És de ez az Albert Ferenc, hogy jól is jön.
Nagyon szépen találkoz Miska, aztán összekoppantak. Olyan érzésem lett volna, mint hogyha valaki mind a ketten egy pillanatra bele lassultak volna. Igen. Jóba. Én ott úgy tűnik, hogyha egyszerre húzták ki volna a lábuk alól a talajt. Igen, mint hogyha meglettek volna mind a ketten szaknyelben mondva. De most jön az ötödik menet. Még azért sok van hátra. Így van, ugye, hogy most fogunk fél távhoz érkezni. Tényleg egy nagyon-nagyon jó mérkőzés. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki elő fogja feladni ezt a harcmodort. Nem tudom, hogy ezt lehet egyébként 10 meneten keresztül csinálni. Ki az, aki megpróbál kicsit lábon többet mozogni, kicsit vívogatni talán? Nem látok benne, válaszolva egy kicsit a kérdésedre, és elébe venni a mérkőzésnek. Nem látok benne a kétekövő van az, hogy valamelyik is megpróbálna váltani a harcmodoron. Ki fogják végigboxolni ezt a mérkőzést itt 10 menetben, ha végigboxolják, és majd attól dönti el, hogy lesz ebből, tehát hogy kihagyja abba, hogy aki először padlót fog kerülni. De már most már lassan nagyon benne van, hogy bárki befejezheti a mérkőzést. Ezt most én úgy látom, hogy a Miskó Sándor felé billen ez a mérleg. Véleményem szerint, de hát majd meglátjuk, mert itt azért semmi nem biztosít hirtelen. Opa. És lényegesen pontosabbá is vált Micskó, mint például az első két menetben. Igen, viszont a betrencsén előre is, és akár egy kézzel többen. Nem a legfőbb a iskola, de igen. Nyilván ez azért megvan. De most a technikai felkészültséggel nem is nagyon foglalkozom, hiszen ez egy nagyon jó mérkőzés. Igen, és találnak továbbra is mind a ketten, nagyon-nagyon sokat akcióznak, rengeteg ütést indítanak. Ez gyönyörű. És nagyon érdekes Albert mozgása, mert megint elhitette velem egyébként, hogy kisebb bajban van, igen. Aztán csak meglendült. Ezek a felültésüket. Megint szépen találkozik kétszer is Micskó. Ő tudja keresztbe verni ellenfelé, de Albert nem nagyon érdekli, hogy ő is kap, tehát folyamatosan megy. Nagyon külön, most tényleg nagyon komoly ütéseket helyez el a fején Albertnek a Miskó, és az abból olyan, hogyha nem nagyon zavarja az adót. Megint Miskó ütése ért oda előbb. Mindjárt vagy csak kiabálta, hogy megvan ütve, de... Az Albert, de szerintem nincsen. Igen. Jön előre és üt. Igen, ő úgy tűnik, hogy szívvel akarja megoldani, igen. De azt gondolom, hogy a Miskó is. Tehát, hogy tényleg két nagy harcos látható, akik hát nem akarják pont a szobbig oda bízni ezt a mérkőzést. Hoppá! Gyönyörűen talált Miskó. Hihetetlen egyébként, hogy mit hordanak ki lábon. Ezt mehetsz el, amit most kapott az Albert, és van, és áll, és úgy, és üt vissza, és üti. Óriási. Nem akarok nagy dolgokat mondani, de mondjuk ez egy komolyabb angol gálán is azt hiszem, hogy egy jó hangulatú meccs lehetne. Most nagyon tisztán talált kétszer, Micskó. Nagyon két-három találat volt, de igazából kárt nem nagyon tett Albert, úgyhogy jön előre tovább is. Igen, pedig azért Micskónak van ütőereje. Megint. Igen, de most már bajban van Albert, Ferenc, ez teljesen egyértelmű. És az a baj, hogy a lehető legrosszabb taktikát választja, tehát se nem lép el, se nem kapaszkodik, igazából csak nyeli a pofonokat, és nem is üt vissza, így van. De most úgy néz ki, hogy... Hihetetlen. És visszatámad belőle. Még azt gondoltam, hogy itt lehet, hogy elég komoly problémák, hogy ez... Igen, gyakorlatilag minden indított Micskóütésnél azt érzed benne, hogy akkor itt most baj van. Lehet, hogy itt vége van, aztán... Pillanatok alatt kapja össze magát egyébként Albert, tehát tényleg nagyon-nagyon jól tűri a pokon. Viszont kezdte meg fontosása, most már megfordult azt gondolom a mérkőzést a Micskó Sándor, úgyhogy most már ő tehát azt gondolom, hogy ezzel a menettel is bebiztosította azt, hogy a győzelem fel egy adobor. Ha ezt viszi, ha nem fog ezt hamarabb befejeződni ez a mérkőzés, de nagyon benne van, hogy esetleg egy-két menet múlva ezt befejeződik ez a mérkőzés. Ezt kell ilyenkor mondani Albert Ferinek egyébként, tehát álljon vissza, fedezék, nem tudom. Nagyon nehéz, itt valamit váltani kellene az egész bunyóval, tehát hogy egy-két menetet elmozogni, nem odaállni,
magasabban védekezni. Egy picit játszani kellene, hogy ezt a, hát ezeket a hatalmas ütéseket kipihenje. És akkor utána nem biztos, hogy a technikai felkészültség adott hozzá, hogy ezt meg tudja csinálni. Úgyhogy véleményem szerint ő ezt tudja boxolni, és ezt is fogja tovább is boxolni. Az az, hogy nem fogjuk közvetíteni ezt a mérkőzést. Gyakorlatilag minden menetben eladja ezt egyébként Micsko, tehát egy nagyon határozott hátsó kézzel indít. És hoppá, most az balénes találtunk a bet részéről. Most egy pillanatban mi is veszélyben voltunk, közül a nézőknek mondjuk el. Igen. Hoppá. Igen, de olyan nagyon kipihenni magát egy percet, nagyon jó kondícióban van Albert, már minden menet után úgy kell fel, hogy ő tényleg a sorokba, hogy ő tényleg győzni akar és meg akarja mutatni. Igen, hát ezektől a pofonoktól azért jó pára már lementek volna minden bizonyal. Igen, jó, óriási, tehát olyan tiszta pofonokat szedett össze az előző menetben, és most azért ő, most megint próbál vissza, és ezek az ütések szinte semmit nem. Nem tudja, hogy meddig bírja ezt, hogy nem lehet ezeket a sűrűs pofonokat lábon kimondani. Persze azért ott a másik oldal is, hogy Micsko mennyire bírja ezt a tempót. Igen, meg hát ez a másik, hogy fizikailag milyen állapotban van most a Micsko Sándor. Hogy itt a, igen, már átmentünk a mérkőzés második felébe. És hogy látom, Albert az sem mennyire sem fáradt. Szépen védekezik tehát, hogy így. Én most úgy érzem, hogy ha esetleg lett volna hullámvölgybe, bár megmondom őszintén, ezt is csak halkan merem mondani, akkor abból most kijött egyébként Albert. Igen, nekem egy perc alatt kipihentem magát is, és teljesen jó. Ugyanaz az ökölyvása, amit csinált az első menetben, most úgy elindult, bár most ezek megint a... Nagyon szélesen ütött most Micsko. Igen, tehát ez inkább egy ilyen parasztlengőhez hasonlított. Nem is találtok meg ahhoz, hol, de... Igen, és hát kérdés, hogy egy fittebb állapotban lévő ellenfél ezt mennyire tudná kihasználni. Igen, arról most ne beszéljünk. Igen, most itt már fitről, kicségről nem nagyon lehet, ez biztos. De amit látjuk, hogy a Micsko Sándor most azért próbálja magát egy picit, tehát hogy... Hoppá. Egy picit kivonni, nem is kivonni, hogy próbáljál mozogni és azokból visszaütni. Mert azért, hogyha ott marad, akkor az Albert Ferenc azért kőkeményen büntet. Hoppá, ez olyan gyönyörűen bajoltál. Igaz, hogy egy picit lehet, hogy a véletlen jelen volt. Igen, és ki is esett a fogvédője Albert Ferencnek, hogyha jól látom. Hát mind a kettőjüknek jól jön most szerintem egyébként. Igen, ez a pár másodperc. Igen, a kicsit most nem mutatkoznak rajtuk, de egyébként kőkemény, és nem tudom, hogy ezeket a felütni mindig a kezem mögé a borgot, ezzel valamit kezdenie kellene az Albertnek, ezekből rengeteg potenciál érzel. Nagyon szépen talált Micsko, aztán... Szépen eltalálja ezekkel a bal egyenesekkel tisztán. Kíváncsi vagyok, a bírók majd mit fognak pontozni, ha végig megy. Mert tényleg ez egy nehéz pontozás. Van, mert a vezetőn azt mondta, hogy már az utolsó most az előző két menetet gondolom, hogy a Micsko volt a különménye. De ez ilyen nagyon döntetlen, sőt, azt gondolom, hogy az Albert találta a véleményem szerint, bár... Nagyon sok az ütés, nehéz megmondani. Igen. Egyébként, nehéz kihámozni, hogy melyik az igazán tiszta, melyik az igazán pontos. Hát nem lennék most a pontozó bíró, ezt párszor elmondtam már egyébként egy-egy mérkőzésen. Igen, nehéz ez, tehát én is azért nagyon sok mérkőzőn boxoltam életem során, de a pontozás az mindig egy ilyen szubjektív dolog, tehát hogy meg melyik részén ül a bíró, de igazából persze azt kellene, hogy az ütéseket pontozzák, a talált ütéseket. Ezért ezt nem lehet még meglátni. Talán ez ilyen, amikor nem mindig tiszta szabályos felület talál, éppen nem mindig szabályos a kérdőt, a szabálytalanságokat. Bár ezen a mérkőzésen most én azt hittem, hogy elkezdenek majd nagyon szabálytalankodni itt a harmadik felett tőlünkérre, de most egész év visszajött a mérkőzés, tehát nincsenek szabálytalanságok, és próbálják el a szabályokat kellene belül egyébként ilyenkor érzi az ember, hogy ez most vékonyan megvolt, vékonyan elment, tehát ez... Nagyon fontos dolog, ilyenkor én azt gondolom, és az én pályafutásomból is nem visszahozva ezeket az emlékeket, hogy ilyenkor az edzőnek azért meg kell erősíteni, hogy ez most jó volt, vagy változtatnia kell, úgyhogy éppen milyen stádiumban van a mérkőzés, hiszen most már azért éppen találtam, mert igen. Igen, és az ütések akár meghatározóak is lehetnek, hiszen elvihetnek mérkőzésüket. Visszatérve az előbbi kérdésedre, de hogy ilyenkor azt azért az edzőnek tudatni kell, hogy ez most meg volt, ez a mehet, vagy sem, vagy többet kell csinálnia, hiszen a
azért mérkőzés második fele arra sem elindult. Viszont most is voltak olyan pufonok, amiket elsőre. Igen, és hát most már a hetedik menetben járunk, de még mindig nagyon dinamikus, mind a két versenyző, azt hiszem, hogy... Nem panaszkodhatunk az irányra, mert ugyanazt az irányot folytatják, amit ott az elején elkezdtek. Sőt, ugyanolyan erővel és ugyanolyan dinamikával. És akár most már az elején azt gondoltam, hogy ez a mérkőzés nem tud beindulni a raktára, és lehet, hogy pont az a bírók fogják eldönteni ezt a mérkőzést. Igen. Igen, itt nagy verést osztanak ki egymásnak, de lehet, hogy aztán a végén pontozás lesz, vagy nem. Az a probléma, hogy nem teljesen itt több felületet talál ilyen pontosággal, és azért ezek a látványos nagy csorkanások, de nem igazán volt ez, nem tud benne kárt okozni albertbe ezek az ütések. Ezeket még egy kicsit csiszolnunk kell majd videóban csinálni, ezek az ütéseket, a korábbi mérkőzés, az a későbbi mérkőzések jól sikerüljenek. Most jól lépett ki Micskó, jól vonta ki magát a küzdelemből. De szépen találtak, megint mind a kettőn állatok. Csak most talán ebből Albert jött ki jobban, én legalábbis úgy éreztem. Igen, tisztábbokat, látványosabbokat talált. De óriási mérkőzés. Igen, azt nem tudni, hogy ezeket a horgokat a bírók hogyan fogják értékelni, hiszen ezzel nagyon sok ilyen találata volt, amik ez védve is voltak, vagy éppen nagyon keveset ért hozzá, vagy nagyon kicsit ért hozzá ütőfelülettel. De hát fizikailag nagyon jó állapotban vannak a srácok, úgyhogy minden elismerésem az övék, persze már itt a hetedik menet vége, és ugyanazt az ritmust, és ugyanennyi az ütőszámmal dolgoznak, úgyhogy nagyon jó estét szereznek nekünk. Szépen talált Micskó. Ezek, igen, és ezek a balegyenesek sokkal... és ez a felütés is nagyon... Bár nem találta teljesen. De Micskó azért... Ezek tenyeresek azért nem tud igazából kárt tenni az Albertben. Ezek a felütések szépek voltak, de azonnal visszatámad az Albert, tehát hogy igazából... Nagyon-nagyon tiszta jobbkevesre talál Micskó. Nagyon úgy tűnik, hogy... Ez a semmiből jött. Abszolút a semmiből jött. Hol áll 8-ra Albert Ferenc? Nem tudom, hogy tovább fogja engedni a mérkőzés vezető. Úgy tűnik, hogy igen, de nagyon nagy bajban van Albert, ez teljesen egyértelmű. Yeah. És vége a mérkőzésnek. Sasvári Tamás mérkőzés vezető közbelép. Micskó Sándornak hívják tehát a középsúlyú magyar bajnokot, aki a hetedik menetben technikai KO-val győzi le Albert Ferencet. Ez nagyon-nagyon érdekes mérkőzés, nagyon érdekes befejezés. Azt gondolom, hogy nem volt benne az, hogy kiüse, hiszen mind a ketten ugyanolyan ütéseket visznek be, innászok most már első menet óta, és egy olyan ütéstől ment le, amit azt gondolom máskor simán túlélt. Igen, hát óriási pofonok csak. Igen, nagy pofon volt, viszont nem volt túl nagy a többihez képest, tehát azt gondolom, hogy ez egy, lehet, hogy jobban talált, vagy jobban megfúzta, vagy lehet, hogy itt volt az a fáradási szintnek a vége. És de ettől függetlenül nagyon gratulálok, hogy nagyon jó mérkőzést láthattunk. Így van, egy kifejezetten izgalmas és tényleg nagyon jó mérkőzés volt. Nem lehet mondani, hogy érdemtelenül nyerte meg ezt a találkozót Micskó, de azt hiszem, hogyha fordítva lenne, akkor is ez ugyanúgy helytálló lenne, mind a kettő győzelmet érdekeltek volna. Ez azért ebben benne volt ebben a mérkőzésben, hogy bármelyik kiütheti a másikat, hiszen olyan kőkemény nagy ütéseket helyeztek el egymáson. Hogy olyan nagy ütéseket helyeztek el egymáson, hogy bár megbefejezhettem volna a mérkőzést. Így van. Mostan pedig jön a hivatalos eredményhirdetés. És hát azt hiszem, hogy a vitlémi... Bocsánat, csak még azt akartam, hogy igazi kőkemény meccset láttam. Igen, nagyon kemény srácok mind a ketten, azt hiszem. Itt is, hogy egyébként valószínűleg jó meccs lenne egy visszavágó is. De nem kizárt, hogy egyszer megrendezik. Viszont azt gondolom, hogy egy visszavágó nagyon járna, hiszen egy jó meccset látom. Közösségünk! A hetedik menetben győz technikai KO-val, és ezzel az új középső magyar bajnok a piros sarokban Micskó Sándor! Sanyikám,
gyorsan hogy kérdezzem meg, így az eleje az meglehetősen kiegyenlített küzdelem volt, aztán szépen lassan teltek a menetek, azt mint hogyha sikerült volna átvenni az irányítást, hetedik menetben meg sikerült KO győzelmet szerezni, te belül hogy érezted ezt, hogy láttad? Az eleje nehéz volt, tudtam, hogy nehéz lesz, nagyon kemény ellenfelem volt. Mondtam is neki, hogy biztos vagyok benne, hogy ő fog még címmeccset is nyerni. Nagyon keményen készült. Egy dologban biztos nekem olyan kondi van, hogy soha nem volt vele gond. És itt is, ahogy teltem, lehet jött ki a kondi, én hamarabb regenerálódtam, jó nagyokat beverdestem. Megmondom őszintén, nem is nagyon taktikáztam el ezt a meccset, sokat ütöttem és nagyot. Gratulálok a magyar bajnoki övhöz, neked már van néhány. Mi a terv most egy ilyen címérkőzés után, esetleg a Petrányi Zolival beszéltél le már erről? Hát még nem beszéltünk erről, van most három magyar bajnoki övem, két különböző súlycsoportban, van egy nemzetközi WBF-övem, van egy legnagyobb szervezet WBC-övem is, amint mondták. Hát én szeretnék minél több külföldi meccset és külföldön hozni el minél több címet. Így van, legyen ez így, hölgyeim és uraim, Mickó Sándort hallottuk, még egyszer egy nagy tapsot szeretnék neki kérni.